Imapercek Ézsó Krisztián kispappal. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Itt az Isten kérdéssel foglalkoztunk elmúlt adásban, az, hogy a körülöttünk lévő világban milyen következtetéseket vonhatunk le. Ma ennek összefoglalását néznénk meg, és néhány ellenvetést ezzel kapcsolatban. Mondhatjuk azt először is, hogy Isten van. Ő egy örökkévaló, mindenütt jelenlévő, egy láthatatlan és egy mérhetetlen létező. Aztán itt mondhatunk, hogy Isten szellemi létező, tehát egy mindentudó értelem, mindenható akarat, és ő is egy személy. Erre is azt mondtuk, hogy mivel személy, ő is szabadon tud dönteni, és ezért mondhat nemet is a mi kéréseinkre, amikor hozzá fohászkodunk, de nem önkényesen teszi ezt, hanem látja azt, hogy mi a legjobb a számunkra, és nyilván a szerint próbál ő segíteni nekünk. Aztán megállapíthatjuk értelmünkkel azt, hogy csak is egy Isten létezhet, ez egy logikai következtetés, hiszen két Isten azért nem létezhet, mert két mindenható nem tud létezni, hiszen üti egymást a kettő. Hogyha belegondolunk, egy cégnek van két teljhatalmú vezetője, az előbb-utóbb konfliktusba kerülnek egymással, tehát logikailag ezt mondhatjuk, hogy csupán egy Isten, egy mindenható Isten létezhet. Aztán, hogy világ a teremtő ura, maga az Isten, ugyanis erről is már talán volt szó, hogy kell egy értelmes alkotó, aki ezt az összeszedettséget, ezt a finom hangoltságot beleültette ebbe a világba, és így nagyon szépen működik a világ, ez véletlen kapcsán nem tudna ilyen gyönyörűen működni. Illetve mondhatjuk azt, hogy Isten végtelenül tökéletes. Most ezen a ponton aztán egy picit elidőznénk. A tökéletessége azt jelenti, hogy neki nincs szüksége senkire és semmire, hiszen hogyha szükséget szenvedne valamiben, akkor már nem lenne tökéletes. Szóval, hogyha most mindenki például holnap reggeltől ateistává, istentagadóvá válna, különösebben ez sem érintené meg őt, nyilván annyira, amennyi a szeretetből adódóan fájhat neki, hiszen ő szeret bennünket, és az, hogyha elfordulunk tőle, az neki fáj, de egyébként az ő létezését nem befolyásolja, nem érinti, hogy mi emberek hogyan vélekedünk, vagy mit gondolunk róla. Mégis munkatársainak hív bennünket, mert hogyha belegondolunk, nem lenne szüksége ránk, hiszen a teremtés is végbe ment nélkülünk, emberek nélkül, és szoktuk mondani, hogy hát a megváltáshoz is csak annyit tudtunk hozzátenni, hogy keresztre szegeztük az Istennek a fiát. És ennek ellenére hív munkatársainak, ez azért nagy dolog. Például, mint amikor éppen közeledik karácsony, és akkor apa és kisfia elmegy, hogy kiválasszák a fenyőfát, megvan, hazaviszik, apa fogja a súlyosabb részét, és azt mondja a gyereknek, hogy na fiam, te meg fogd meg ott a csúcsánál, és akkor hazaérnek, és mondják, hogy na hát ezt együtt hoztuk haza, ezt együtt csináltuk. De hogy csináltuk együtt? Hát az apa hozta a súlyt, a gyermek csak úgy éppen fogta ott az elejét. Na az Isten is így van velünk, hogy amúgy nem lenne szüksége ránk, mégis szeretetből megteremtett bennünket, és munkatársainak hív minket. Aztán a tökéletesség azt jelenti, hogy Jézus is, olvassuk a Szentírásban és az Evangéliumban, azt mondja, legyetek olyan tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok is tökéletes. Legyetek tökéletesek, legyetek teljesek. E szó egyik alapjelentése a korabeli gondolkodásban az volt, hogy legyetek felnőttek. Mert a gyermek az nem önálló, a gyermek az nem szabad, nincs elég autonómiája, és így nehezen tud nyilván önálló, felelős lenni a felnőttel szemben. A felnőttnek pedig van szabadsága, és ezért tud felelősség teljes lenni, ezt jelenti az, amikor Jézus azt mondja nekünk, legyetek tökéletesek, úgy, amint a ti atyátok is tökéletes, vagyis az Isten. És most nézzünk meg néhány ellenvetést, hogy miért mondhatják azt emberek, hogy Isten nem létezik. Először is, mert az ókori emberek nem hittek benne. Hát ha már akkor nem hittek, akkor biztos nincsen is.
és ebben lehet valami olyan szinten, hogy nem is hihettek benne, hiszen például ott a görög istenek kapcsán, hát azok elég nevetségesek voltak, meg kitalált mesék gyakorlatilag a görög istenek ott az Olimposzon, és ezt már a korabeli ókori görög emberek is tudták, hogy hát ez csak egyfajta ilyen kis mese, kis szórakozás, de hogy valóság alapja az nagyon nincsen neki. De már például Arisztotelész mondta azt, hogy kell, hogy legyen valami első mozdulatlan mozgató, aki úgy rendezi ezt a világot, aki irányítja, aki valamilyen szinten dolgozik benne, csak hát nem nevezte őt Istennek. Aztán van, aki azt mondja, hát az Isten érveket már megcáfolták. Persze, van, amit megcáfoltak belőle, és van, amit nem. Például, hogyha egy számtan példában hibás a levezetés, abból még jöhet ki jó eredmény. Tehát hibás levezetésből nem biztos, hogy rossz eredmény származik, csupán azt mondhatjuk, hogy a helyes eredmény az nem ebből a levezetésből származik, jön ki. Aztán ott vannak a természet törvényei, hogy a természet törvényeivel minden jelenség megmagyarázható. Van, ami megmagyarázható, és mondhatjuk, hogy oké, na de jön a kérdés, hogy honnan vannak a természeti törvények, és például miért úgy működnek, ahogy, és miért van egy ilyen szép összhang bennük. Hogyha valaki például könyvet ír, akkor van papír, van nyomda, van számítógép, meg ami kell hozzá, de szükségeltetik egy értelmes valaki, aki a gondolatokat és a sorokat úgy rendezi, hogy annak legyen valami normális mondani valója. Hát szerintem mindannyian vagyunk úgy azzal, hogy olvasnunk kellett olyan könyveket, olyan cikkeket, olyan írásokat, amiről azt éreztük, hogy na, ez csak így odahányták meg, se füle, se farka neki, de éppen ezért egy jó könyvnek, egy jó írásnak nagyon mély gondolatai vannak, és háttér története, hogy az miért úgy alakult, és nem csak hát véletlenül a betűk így álltak össze egymás mellé, abból ritkán szokott kisülni valami jó. Aztán szokták azt mondani, hogy ellenvetésként Isten létezésére, hogy hát ilyen az anyag, hogy nem Isten a végső magyarázat. De miért pont ilyen az anyag? És azért azt mondhatjuk, hogy ez megalkuvás, hogyha nem kérdezünk rá, és nem tesszük fel a miért kérdést. Illetve hát beszélnek arról, hogy véletlen, hogy ez a rend és ez a törvényszerűség, amit itt látunk magunk körül és a világban, ez csupán a véletlennek a műve. Na most a véletlenben hinni így módon, ami az életnek a nagy kérdéseit jelenti, az nem annyira értelmes, gondolkozáshoz méltó állásfoglalás. Ezt azért biztosan állíthatjuk. Mert ilyen nagy dolgokban egyszerűen nincsen véletlen, csak mi nem ismerjük, vagy nem akarjuk megismerni, vagy nem fogadjuk el a véletlent előidéző okokat. Hát én ezen a ponton állnék meg most mai alkalommal. Nagyon köszönöm a figyelmet, szép napsütéses nyári napokat kívánok!